Hellosztok, és köszöntök szépen mindenkit újra egy újabb szubneotikás epizóddal. Az előző részben el sikerült jutnunk egy szárazföldre, méghozzá ott valahol a felhőknél, és rengeteg minden dologra haladtunk, és egy csomó olyan dolgot találtunk, amit el sem tudtam volna képzelni, hogy van egyébként ilyen a játékban. Úgyhogy ha nem láttátok az előző részt, akkor mindenféleképpen pótoljátok majd itt a fent a kis i betűnél ott, ugyanis ezt egy kicsit később tudtam kiposztolni, és szerintem sokan lemaradtatok róla, de mindenféleképpen érdemes megnézetek, ugyanis most azokból a dolgokból, amiket ott megszereztünk, legalábbis egy részéből fogunk gazdálkodni, ugyanis sajnos miközben jöttem felfelé, elfogyott az oxigénem és eszméletemet vesztettem, és egy pár dolog sajnos már nincs meg, amit egyébként onnan hoztam volna, például a gyémánt, amit megszereztünk, viszont szerencsére azok az ion kockák, azok megvannak, és itt láttam egy új craftingot, méghozzá egy olyat, hogy lila tábla, és ehhez kellenek ilyen ion kockák, amiket megtaláltunk, plusz két darab gyémánt. Sajnos visszamentem részek között, és nem találtam meg egyáltalán azt a helyet, ahová valahogy véletlenül elkevertünk, szerintem egyébként ideje korán, mert még nem volt feladatunk. De nem találtam meg, és sajnos így a gyémántjaimat se tudtam visszaszerezni, úgyhogy ez még vár ránk. És az ilyen nagyon merülésekhez én azt mondom, hogy össze kéne szereznünk akkor egy ilyen kis tenger alattjárót, amit majd ott meg kéne építenünk, ehhez viszont még szkennelgetni kell, illetve érkezett egy új rádió üzenetünk is, amit szerintem én most meg is hallgatok. Na nézzük! Magas prioritású automatikus üzenet az Aurora 13 mentőkabinjából a koordináták mellékelve, amivel oda tudunk találni a 13-as mentőkabinhoz. Úgyhogy szerintem én ezzel a lendülettel is indulok oda. Várjátok, az elemeket még meg kéne nézni, hogy hogyan állok vele, szerintem abból még kéne készítenem. Gyorsan, itt össze is dobok egyet. Ja, Isten, mit meg nem adnék egy ilyen battery chargerért, amivel folyamatosan fel tudom tölteni az elhasznált elemeimet. Mert így most például, ami nekem itt megmaradt fölöslegbe, ez az 1%-os, hát mit kezdjek vele? Dobjam el, aztán itt szennyezem az óceánt? Én azt annyira nem szeretném. Inkább meg szeretném tölteni először is ezeket a siklókat. Így. Meg ezt a lámpát se ártana. Így. És akkor ezekkel a maradék elemekkel, meg mit tudok kezdeni? Ezt eldobom. Eldobom, aztán ezek itt fognak lebegni nekem a végtelenség, hát nem lenne túl jó. Na majd gyorsan szkennelnünk kell ezt-azt, viszont kaptunk egy jelzést onnan. Mentők a 13, hogy elég messzi pontot jelöl meg nekünk, de szerintem ez nem lesz probléma, mert már van ilyen vízi siklónk, és akkor közben is majd szkennelgetek ezt-azt. Na megint itt vagyunk az óceán kellős közepén, ráadásul egy full fekete óceán kellős közepén. Hát nem tudok mit sem, elindulok a mélységbe, egy olyan 200-250 méter mélyen lehet ez a valami. Ez micsoda, amit felvillant, halló? Wow. Ez egyben gyönyörű. Másrésztről meg nagyon ijesztő. Mik ezek itt vajon? Csak nem támadnak, gondolom én. Itt van a 13-as mentőkabin. Gyönyörű. Figyeljek az oxigénre, jó? Nem akarok megfullani, csak azért itt jó lenne szkennelgetni és meg begyűjtögetni dolgokat. Ez megvan. Elhagyott PDA. Bármi más egyébként. Valószínűleg nem. Szkennelhető itt a közelben? Biztos, hogy van. Ilyen helyen ne lenne. Az a baj, pont alig látok itt, mert... ezek a gombák de szépek amúgy. Ez beszkennelhető. Gombafa. Tessék. Na hát megtaláltunk egy újabb ősonos életformát. Mit tudnak ezek a lények vajon? Elmenekülnek előlem. Zselérája. De szép ez a zselérája. Mit tudnak olyan ezek? Esetre beszkenneltük. Azt a mindenit. Elképesztő ez a hely. Nagyon-nagyon szép. Wow, na ez itt micsoda. Lehetek ezeket itt szedjük. Lítium, ez az végre, amit kerestünk. Ez itt meg micsoda, egy óriási nagy adag lítium, de ehhez valami különlegesebb eszköz kéne. De jó. Ezek is itt mind ilyen értékesek. Aranyag, lítium. Mi ez a hülye hang? Ezek a sikoltozások. Lítium. Hát ezek pont jó, ezeket kerestük tulajdonképpen, úgyhogy én örülök, hogy ide le tudtam jönni. Van itt még ólom, az se nem rosszul. Lítium, ez egy lítium bánya. Király volt ide eljönni. Gyémánt. Újra gyémánt. Ebben is gyémánt van? Ebben arany van. Marha jó ez a hely. Hát tudom, hogy ennyire jók ezek az óriás gombás területeket, valószínűleg többször jövök ide. Hát ez itt végig van pakolva, mik ezek lítiumok, gyémántok, pont azok a dolgok, amikre nekem szükségem volt, pedig hogy féltettem meg, mennyire nem örültem neki, hogy elveszettem az előző részben azt az egy baromi nehezen megszerezett gyémántot, most meg már most van egy csomó egyébként, amiből aztán tudok kraftolni, meg gazdálkodni mindenfélét. Ezért még egy kicsit körülnézek, ha már itt vagyok.
ez a hely ez nagyon-nagyon szép. Amennyire ijesztően nézett ki, amikor... hát ez gyönyörű. Hát nézzétek meg, ez a játék nagyon-nagyon szép. Pedig most már van egy jó pár rész így a csatornán belőle, de még most sem tudok néha betelni vele. Két csóra lakódás, ezek itt micsodák, ezek csak ilyen, nem tudom, részei ezeknek a gombafáknak. Na ez itt meg vajon mi lehet, beszkenneljük. Kyklops, burkolat, töredék, kyklops. Kyklops, mi ez a kyklops? Ez is itt az, ennek a része. Ezt is beszkenneljük. Ja, de viszont probléma van, mert nincs elég oxigén, nem kéne indulni visszafelé. Amíg még tudok, 30 másodperc át azért felérek. Jó, de egyébként is van ilyen kis mentőben. Bőven felértem, de meglehetősen gyorsan fogy egyébként az energia ebből az elemes siklóból. Nagyon-nagyon gyorsan rá kéne jönnöm, hogy hogyan tudnám tölteni. Még egy utolsó merülésre visszamegyek ide, körbenézek, hogy mi van itt ezen a gombás területen, és aztán pedig elindulok visszafelé. Hűha! Érdekesebbnél érdekesebb helyek, itt biztos lesz egy csomó érc. Mik ezek itt vajon? Ez valami... vérolaj. Oké, hát nem tudom, összegyűjtögetjük, mindent felszedek, amit így észreveszek itt-ott, szanaszét szorva. És ezek is olyan gombák? Ezek mély tengeri gombák. Eszköztárhely megtelt, ezek a vérolajok baromi sokat foglalnak, és akkor még tudok szedni legalább ilyen gombákat. Jó, megteltünk egyébként is, ide még talán egyszer visszanézek, majd egyébként is kell majd egy jobb merülős oxigénem, hogy egy oxigénpalackom, hogy tovább tudjak merülni. Úgyhogy most elindulok visszafelé, és megnézzük, miket tudunk összehozni ezekből az ércekből. Jaj, erről beszélt, hogy valami lezuhant... Wow! Itt van egy újabb darabja annak a lezuhant aurórának. Lehet, hogy ezt még meg kéne nézni, hát tudok valamit szkennelni. Aztán ezt fogja vesztemet okozni, biztos vagyok benne. Ez egy hatalmas darab. Egy hatalmas darab. De hát, ha találunk itt valamit. Imádom egyébként az ilyen helyeket. Mert itt általában szokott lenni szkennelhető bármi is. Azt mértem, hogy ez itt, ha ez itt ráz, tehát hogy ilyen valami elektromosság van itt, akkor itt a vízben hogyha nem terjed el pont odáig, ahol én vagyok, tehát hogy miért csak az az egy ponton? A víz az nem éppenséggel pont nem, hogy vezetni a áramot mindenfelé. Na ezekben, hogyha nincs itt semmi, el se fogom hinni. Hát ezek... mert beúszunk ide. Talán lesz itt valami, csak nagyon vigyázni kéne, gondolom ezekkel, ne menjek neki. Bármi szkennelhető. Pad. Összeszedjük. Jó. Akkor még valami. Ez micsoda? Kyklops burkolat töredék. Megint csak. Oké. Ebből rengeteg kell. Azzal nem akarok neki menni ennek a cuccnak. Erre felé. Bármi. Hűha. Ott is van valami. Energiacella töltő állomás töredék. Na, energiacellát akkor már fogunk tudni tölteni. Ez is az. Ez nem az. De nekem elem kéne, amivel, amit még tudnék tölteni. Tehát egy elem töltő állomás töredéket. Ilyeneket kéne keresnünk. Jó, úgy néz ki, nagyjából ezzel bejártok viszont. Elindulok visszafelé, nehogy aztán itt túl greedy legyek, azt ebbe fulladjak meg. Aha, irányító szoba töredék, szuper. Au, mi a szar? Valami megharapott, jó, mindegy, az annyi nem tűnt veszélyesnek. Ebből még egyet kéne találnom. Itt is egy irányító szoba, ez lesz itt az utolsó. Csak nem akarom, hogy itt is megtámadjanak engem, mert vannak így a... közelben. Elég fura halak. Ja, itt volt valami mellettem, vagy csak halucináltam már. Ó, oh, megvan egy újabb töredéke ennek a csikóhalnak. Úristen, mi ez itt? Jó, oké, ezt gyorsan beszkenneljük azért, amíg nem figyel. Jaj, de hát ez nagyon közel van. Gyere, csikóhal töredék, kérlek, hát érted, jöttem. Gyere ide, hát hagyd szkenneljelek be. Elment ez a szar. Valahol itt van felettünk. Jaj, hát ez mi az Isten ez? Van itt benn valami, nem? Jaj, ezek viszont lőnek. Oké, bocsánat, elhagyom ezt a területet, csak még ide benézek. Oh, na végre megérkeztünk. És marha kíváncsi vagyok. Először is leveszem ezt a... vagy le kéne egy kicsit pakolnom, mert tele vagyok mindenfélével. Szóval azt nézem, hogy ugye szereztünk lítiumokat, és ezzel meg tudnánk csinálni rendkívüli nagy kapacitású tartályt, amihez szintén mindenünk megvan, viszont ezt egy módosító állomás nevezetű helyen kéne elkészítenünk. Módosító állomást viszont hogyan tudunk készíteni? Mert jelenleg gépek közül, hogyha a gépek közé tartozik ez a módosító állomás, ezek elérhetők, és ez még ugye nem tartozik oda. Szóval gyorsan átkutatom itt, hogy hol tudnánk ilyet készíteni, de az is lehet, hogy egyelőre ez még nem elérhető. Azt nézem, hogy igazából csak egy számítógép chip kell hozzá, és el tudunk készíteni egy élőhely építőt. Úgyhogy én szerintem ezt meg is csinálom.
először is a számítógép chipet, és aztán pedig kaptunk ezzel egy újabb receptet. Itt is van maga az élőhely építő cucc, amivel hát elvileg akkor már le tudok tenni platformokat a víz alá. Tehát, hogyha például, várjátok, ezt most megpróbálom, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, kezembe veszem így, mondjuk, hát egyelőre a scan helyére biztos mehet, és megnézzük, hogy itt lent, és megnézzük, hogy itt lent mondjuk, mit tudok így a kezembe venni, akkor az úgy néz ki, mint egy borotva. Cinki. Na de hogyan működik? Aha, hogy kell nekünk ehhez leginkább titán, és egy-két részéhez még ólom is. Hát titán kell leginkább, titán, jó van. Titán is, egy kis kvarcot is magamhoz kéne venni. Jó, akkor még szerencsé, hogy most már lassan annyi ládám van itt, hogy elárasztom el az egész óceánt, meg itt szennyezem a környezetet ezekkel az eldobott elemekkel, ilyet nem szabad csinálni, de most sajnos nem tudom hova tenni még, majd mindjárt csinálunk szemetest is oda, úgy kidobom az összes dolgomat. Szóval titán kell, baromi sok ólom, és még több titán. Igazatok volt, tényleg jó a titán, hogyha az ember nem dobálja ki. Most már csak azt kéne kitalálni, hogy hova tegyem ezt az élőhelyet. Mert, hát tudjátok mit? Lesz itt valahol, nem akarok nagyon messzire menni ettől. Hogyan működik? Akkor most kiválasztom ezt az alapozást, ez biztos, hogy kell valahová. És lehelyezzük ide. Oké, megépítés. Nagyon király. Amilyen kis borotva, annyira jól működik. Jó van. És akkor ez itt... Úgy, meg is csinálta az alját. Nagyon király. Szuper. Tökéletes. Szeretnék rátenni mondjuk egy ilyen... több célú helységet. Aha, és akkor ezt, hát igazából ez nem is kell, hogy rajta legyen, azt nézem. Ez így el van így magától, és akkor minek volt erre szükségem, hogy ezt az alapozást letegyem. Legyen akkor ez itt, oké. És akkor majd, nem tudom, majd ennek csinálok valami bejárati ajtót, mert nem tudom, egyelőre egy elég fura, hogy nem lehet bemenni. És készítsünk akkor először mondjuk egy ilyen csövet hozzá. Aha, értem. Tegíts ezt a helyet az otthonának, de sose feledj, hogy valójában nem az. Hát köszönöm szépen, most örülök neki, hogy végre valami barátságosabb területet ki tudok alakítani. És akkor erre így közlik velem, hogy hát jó, bocs, de azért sose lesz olyan igazi otthon. Itt lesz akkor egy ilyen zsilip rajta. Kegyetlen ez a játék amúgy, nagyon kegyetlen. Nézzük meg, be tudunk menni, szuper. Figyelem, az nincsen energia rajta. Még oxigént se tudunk itt előállítani. Aha. Tehát, hogy hiába vagyunk száraz területen, attól függetlenül nekünk kéne ide oxigén is, mert különben megfulladunk. És most nem áramlott be a víz? Most csak úgy kérdezem. Valami kültéri modulok, ez az napelem, kell hozzá két kvarc és egy rézérc, meg két titán. Ez tök jó. Ez teljesen jó. Hát, hogy itt mennyi mindent tudunk csinálni? Azt a mindent, ez őrület jó. Tároló. Kvarc kell hozzá ehhez is. Akkor az összes kvarcot magamhoz fogom. Itt van a szemetes. Minden, amit eddig összegyűjtöttünk, amit beszkenneltünk, mind megtalálható. Jó, kell akkor nekem az összes kvarcom, aztán abból már tudok építkezni. De nézzük akkor azt a napelemet. Hogyha így a víz alá teszem, az okés? Vagy ezt ki kéne vezetnem a vízből? Vagy hogyha ezt csak így felteszem így a tetejére, ez nem hülyén fog kinézni. Tessék, épülj, és lásd el, energiával, oxigénnel lesz az egész helyed. Oké, hát ez így pont este annyira nem lesz szerintem a legnyerőbb. De mindegy, nézzük meg akkor, hogyan működik. Oké. Energia, hát nulla, mert hogy este van gondolom. De szívás, ez is most készül el. Nem baj, valami beltérít, nem tudunk addig letenni? Mit tudom én, szerintem ilyen fabrikátat, meg ezeket is ide lehozhatnánk. Nagy szabadon álló tár. Kisméretű falra szerelhető, ez pedig nagy szabadon álló. Aha, hű, ez tényleg elég nagy. Ide be tudom, tehát ide is be lehet tenni egyébként ezeket. De legyen akkor itt ebben a helyiségben, mondjuk kezdődjenek itt akkor a tárolóim. Tessék, ez itt mindjárt meg is épül. Na ezekre lesz a legnagyobb szükségem. Oh! Ilyen jó! Úristen, erre de vágytam. Na még egyet. Építsünk ide. Hát ez marha jó lesz. Végre nem kell ott vagy 200 darab ilyen kis vízen lebegő cuccba tárolni a dolgokat. Szerintem ez a levegő pumpára is szükségünk lesz, mert különben hogyan szedünk oxigént, ha nem ezzel, ennek a segítségével, úgyhogy én ezt még ide kiteszem, és akkor meglátjuk, hogy hogyan működik. Szóval, levegő pumpa, mondjuk ide, ja, tök mindegy, vagy csak valahová kerüljön, és az így bármit is csinál most? Állítólag, hogyha el van látva energiával ez a terület, akkor elvileg már működnie kell. Élőhely energiája visszaállítva, elsődleges rendszerek elérhetők. Király! De jó! Na nézzük meg! Fényben. Ó, gyönyörű! Hát felkapcsoltak a lámpák, üdvözlöm a fedélzeten, kapitány! Ez marha jó! Van levegő, van energia, van fény, van minden, amit csak kellhet nekünk. Hát igen, az energiaellátást akkor majd lehet, hogy
bővítenünk kell, vagy vajon ez a 75, ami most jelenleg van, az elfogy, vagy az vagy meddig tart vajon ki nekünk. Teszek ide egy ilyen fabrikátort, és akkor nem kell majd felmenni abba a kabinba. Ó, ehhez viszont kéne még táblakorral, meg arany. Nem baj, szedünk. Úgyis itt van a közelben mind a kettő, áthozom akkor a cuccaimat is, meg vágok egy kis táblakoralt innen. Tessék, ezt itt már hozok is. És akkor arany. Nézzük meg akkor, lehet, hogy több ilyen napelemmel kell bővítenem majd a cuccomat, és akkor talán estére is elegendő lesz. De akár lehet így is tök jó, csak hogyha nagyon nagy területet kell államra vonnia, akkor lesznek problémásak. Király. És itt a szemetes, végre. Hova tegyem a szemetest? Ez lesz itt valahol kint. Jó, így. Hát kíváncsi vagyok, ez hogyan működik. Lehet, nem egyből törlik ki a cuccokat. De marha jó, úristen, ezt nem élvezem. És milyen hatalmas nagy bázisokat lehet fel, le, mit tudom én, jobbra-balra építkezni, nem csak ilyen kis csőrendszereket. És akkor hogy nem megy be a víz, mert itt nem nagyon látok itt ilyen légzsilipet. Jó, minden, nem tudom, fura. Na, lehelyezek ide még egy ilyen rádiót, és akkor meg tudjuk nézni az új üzenetünket, ugyanis érkezett pont most egy rádió üzenetünk, úgyhogy nézzük is meg. Aurora, közeledünk a bolygóhoz, és leszállunk arra, nos, arra, ami jobb, mint a semmi. Elküldtük a koordinátákat, bele fog telni néhány napba, míg pályára állunk, de ez idő alatt végig kapcsolatban maradunk önökkel, drukkoljanak, hogy az időjárás kitartson, és ne kelljen várakoznunk, napsugár vége. Ó, elindultak értünk, elindult végre a Sunbeam hajó, már egészen annyira közel van, hogy ha jól látom, akkor 38 percen belül meg is érkezik. De hogy hova, várjátok, innen megnézzük, hogy merre mutatnak a koordináták, amikről előbb beszéltek. Hát én nem látok sehol itt. Aha, de ott van. Napsugár leszálló helye, 1000 méterre van, az annyira talán még nem is durva. Ez marha jó, lehet, hogy fel tudnak minket venni. 38 percen belül oda kéne élnünk. Addig egyébként egy csomó időnk van még. És tök jó, hogy ez mindig köszön nekem. Nagyjából áthoztam ide a dolgokat, amik ugye ott a kinti tárolókban voltak eddig. Úgy nézzünk, hogy ebben vannak az ilyen léntojások, meg a magok, meg ilyen mobos dolgok. Tehát ugye az állatokból lehulló dolgok, vagy növényekből. És itt pedig az ércek, meg az értékesebb dolgok. Úgyhogy ez marha király, és ugye ez bővíthető bármelyik irányban, bárhogyan, akár lefelé, akár még ablakokat lehet rátenni. Hát én ezzel szerintem a végtelenség el tudnék szórakozni, hát ez valami óriási lehetőségeket ad. Hogyha üveget készítek, akkor még ki is tudnék itt látni. Sőt, olyat majd fogok is szerintem. Még ilyen irányító szobát is tudnék készíteni, de hogy ez vajon mire jó? Nem tudom. El kéne készíteni. Mindenféleképpen meg kéne nézni, hogy ez mit tud. Jós részt szedem hozzá akkor az összetevőket. Na nézzük, építek ide egy ilyen elágazódást, hogyha esetleg később ilyen termekkel akarom ezt bővíteni. És ehhez hozzá tudok csatolni akkor egy ilyen irányító szobát valamelyik irányban. Aha, itt mint hogyha igen. Csak nincs elég hely neki, mert gondolom itt belőtközik. Ide tudnám csak úgy letenni, hogy először ledobok ide még egy csövet, és aztán az irányító szobát. Oké, nézzük. Nézzük, ez nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mit tudhat. És csomó minden kell hozzá. Még egy aranyat is felhasznált. Tehát biztos hasznos valamire, gondolom én. Na mindegy, megnézzük. Aztán lehet, hogy ez még olyan dolog, amit még nem kéne elkészítenem. Közben már csak 26 percünk van arra, hogy elérjünk a találkozási helyre, de addig gyűjtögetek mindenfélét. Ó! Hát ez zseniális! Ez a domborzati térkép körülöttem? Hát ez nagyon jó. Mi van itt? Fűkamera. Hello? Ez itt micsoda? Ki tudtam küldeni egy ilyen kis kamerát? Jézusom, ez de jó! De tudok helyezni egy kamerát, és akkor néz egy adott pontot nekem valahol? És hogyha mondjuk itt olyan megálltam itt ennél a csőnél, több kamerát is ki tudok itt küldeni. De marha jó. Innen jött ki a kis kamerám? Aha, vissza is ment oda. De jó. Úristen, ez marha jó. Visszamegyek egy előre ide. Majd írjátok meg feltétlenül, hogy mik lennének azok a pontok, ahová ezeket a kamerákat nekem érdemes lenne elhelyezni, és akkor azokat oda elviszem, és akkor majd tudjuk nézni azokat a dolgokat. Itt meg a teljes nyersanyag készletem, nem? És ki is tudok innen venni dolgokat? Szkennelés... Merhogy? Vagy ezzel csak így szkennelgetni tudom, amiket eddig megszereztem? Jó, mindegy, az eddig csinálja, eddig körbenézek. Ez itt micsoda? Fabrikátor? Egy beépített fabrikátor van itt. Irányító szoba fejlesztések. De be tudok tenni 4 olyan különböző dolgot, amivel valamivel gondolom lehet levíteni ennek a képességeit, de mit? Nekem úgy tűnik, mintha ez csak ilyen elemtároló lenne. De majd meglátjuk. A fabrikátorra irányító szoba szemmagasságú kijelző csipje, drón, ja, hogy ezek voltak azok a kamerák,
meg hatótáv fejlesztése, és megfigyelő szoba sebességének a fejlesztése. Gondolom ezt a négy dolgot lehet ide betenni, tehát ez nem egy olyan fabrikátor, amit azt kint készítettem, hanem csak ennek a szobának a fejlesztését lehet úgy néz ki elkészíteni itt. Jó, talán egyelőre ezekre még nincs szükség, de jó az a térkép. És itt még lehetne tovább menni, vagy ez itt micsoda? Ez itt továbbra is csak szkennel. Mit szkennelsz te ennyit? Behagyom szkennelni itt ezeket a roncsokat, aztán majd visszatérünk rá, hogyha végzett vele, vagy nem tudom. De marha jó. És csinálok ilyen üvegeket. Már, vagy hát ahhoz sok kvarc kell, de most szerencsére szereztem azt is. És akkor egy pár helyen ki tudjuk bővíteni a falakat, hogy üveg legyen rajta. Például ablak. És ide például biztos lehetne. Mert de gyönyörű, mert erre ugye még nem tettem semmit ehhez a falhoz, és cserébe meg tudom, hogy itt van egy csomó minden szép terület, amire ki lehet látni. Akkor ezt is ki kéne cserélni viszont, hogy következetesek legyünk, még akkor is, hogy itt vannak ezek a tárolók. Szerintem nem fog rosszul kinézni egyáltalán. Így? Ja. Igaz, a tárolók most itt akarnak belőle, de szerintem ez kívülről, pláne egy abszolút nem fog rosszul kinézni a dolog. Na jó, szerintem egyelőre elég progressz volt így most erre az epizódra, és akkor legyen az, hogy a következő részben majd elutazunk arra a helyszínre, arra a koordinátára, amit most megjelöltek nekünk. Egy 20 perc alatt simán oda tudunk élni, és akkor kíváncsi vagyok, hogy találkozunk-e a napsugár űrhajó legénységével, hogy fel tudnak-e minket venni. Szóval találkozunk majd ott, addig is pedig minden jót, és sziasztok!